megújult a Szenci Ortodox zsinagóga. A szakrális épületnek a második világháború után sanyarú sors jutott, így állaga rendkívül leromlott. Felújítása több mint egy évtizedig tartott. A fenntartó a megújult zsinagógát koncertteremként és kulturális intézményként használná. A város domináns épületei közé tartozik a megújult Szenci zsinagóga. A településen az első zsinagógát még 1825-ben építették, majd az 1900-as évek elején ezt alakították át, ma ismert formájára. Ekkor mintegy 400 tagja volt a Szenci zsidó közösségnek, amely az ortodox irányzathoz tartozott, és ez a zsinagóga építészeti elemein is megmutatkozott. Az épületnek nincs tornya, nem volt benne orgona, és a nők, külön női karzaton ültek. A Szenci zsinagógát Halz József Szenci építőmester tervei alapján emelték, stílusát tekintve a neoromán és a mór stílus ötvözete. Külső homlokzatán központi helyet kapott a rózsablak és a tipikus patkó alakú bejárat. Az épület tetején a tíz parancsolat és a Dávid csillag látható két kisebb torony között. A zsinagóga csak az 50-es évekig funkcionált imaházként. A második világháború végén a zsidó felekezetű polgárokat elhurcolták, és csak kevesen tértek vissza. Az államosítás után az épületet magtárként használták, de tároltak benne különböző kémiai anyagokat, és itt raktározták karácsony előtt a fenyőfákat is. A Szenci zsinagóga felújítására 65 évet kellett várni. A munkák 2018-ban kezdődtek, és Pozsony megye önkormányzata 2,5 millió eurót költött rá. A padló sajnos már nem az eredeti, de igyekeztünk az eredetihez hasonlót kialakítani. Szeretném felhívni a figyelmet az értékes ablakokra. Svájcban készültek, nagyon drágák voltak, de örülök, hogy ezek kerültek ide, mert segítségükkel közelebb jutottunk ahhoz, hogyan nézett ki egykor a zsinagóga. Az öntött vas oszlopok díszítését, amely a feltárások során került elő, felújítottuk. A legértékesebb azonban a kazettás mennyezet, amely nagyon rossz állapotban. Volt, mondja a önkormányzat munkatársa. A történelmi épületet új, modern részekkel bővítették ki. Itt a gyerekek és a fiatalok számára tartanak majd tájékoztató foglalkozásokat. A felújított zsinagóga egykori karzatán pedig állandó kiállítást rendeznek majd be a zsidó és a keresztény kultúra eredetéről és közös pontjairól. Csodával határos módon Szentzen az elhanyagolt zsinagógában megmaradt egy rituális mikvefürdő. Jelenleg az eredeti állapotában van, de rövidesen felújítják. Nagyon szigorú előírások vonatkoztak a mikvére, lennie kellett természetes és kútvíznek, amely aztán összekeveredett. Ezzel a kemencével pedig felfűtötték a vizet. Ebben a mikvében sikerült megóvni az eredeti talajt, amely néhány helyen látszik is. Van ott egy elég rossz állapotban lévő korlát, de bízom benne, hogy meg tudjuk majd menteni. Most a legfontosabb feladat, hogy az egész helyet befedjük, magyarázza a szakember. Az ilyen rituális fürdőkből mára kevés található Szlovákiában, ezért nagyon fontos, hogy megőrizzék azt az utókornak. A feltárások során találtak egy ritkaságnak számító sütésre alkalmas kemencét is, amelynek megóvása szintén folyamatban van. A Fenntartó Pozsony Megyei önkormányzatnál azt szeretnék, ha a létesítmény mostantól a kultúra, a zene, a tárlatok és a nyitott eszmecserék otthona lenne.